Hát túl sok szünet, hogy nem volt, ahogy ígértük, ismét itt vagyunk. A második meccs érkezünk, most cserélődtek a szájdók, és a Defection lesz a piros csapatban, a kék csapatban pedig az Intoxicated. Ugye 1-0 a TFM alfazó csapat a javára, és mindenképpen jelen pillanatban az első tiltás, az első pick és első választás lehetősége itt van az Intoxicatednél, és óriási kérdések azok vannak megint, hogy a Nidaliban az lesz, az majdnem biztos. Láthatjuk egyébként, hogy először Yoriktól válnak meg az Intoxicatedesek. Nem is véletlen, én úgy gondolom, Yorick egy hatalmas adag fejtörést okozott az ellenfél csapatának, hiszen annak ellenére, hogy Katarina még ez egyik harcban ugye el is tudta takarítani Twitch-et, Twitch egyből újraélett és gyorsan agyonlőtte nem csak Katarinát, de több játékosát is az Intoxicated csapatának. Érkezik az a Nidaliban most már, amiről te is beszéltél, megint ki van rakva Kayle is és Evelyn is, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor viszont Yorick az kinek a helyére érkezett, mint tiltott hős. Ki lesz az, aki ezúttal átesik a rostán, hiszen egyel kevesebb ilyen célzott tiltástól esik el. Ennek köszönhetően az Intoxicated csapata ötödiknek pedig érkezik Lee Sin. Köszönöm mindenképpen üzenet szeretnék átadni. A Delfes csapat, köszönjük szépen a Riot munkatársainak, hogy a névátnevezés meg is történt a csapatot. Mindenki szépen csinosan néz ki, hogy erre a lehetőség így a verseny kiéleződésénél már volt. Láthatjuk tényleg, hogy gyönyörűen ott van a DFM mindenkinek a nevében. Egyébként annyira vak vagyok, hogy nekem ez idáig ez fel sem tűnt. Most a másik meccsről lett átír, most a szent pillanatban. Tehát... Ja, ha, akkor ezért? Hát igen, tehát ne magadba keresd a hibát. Ha, ez így már mindjárt más. És megint nem lett kirakva Morgana, azonnal be is lokkolja az Intoxicated csapata, ugye Thresh, illetve Leona közül szoktak ilyenkor választani, ezúttal Leonára esik a választás, és erre nem Morgana a válasz, hanem megint a tegnap lár látott Syndra. Hát igen, az a bizonyos support, a támogató játékos Syndra már nem egyszer volt Tóbi Jóvió kezében. Lófaglalás keretein belül ugye maga a streamre rákattolva még itt először láttuk, hogy hogy produkál, de azt köztudott, hogy neki nem ez az első mozdulata vele. És mondhatod, hogy nem is olyan rosszul szerepelt az a Syndra támogató játékos karakter választás, és azt hiszem, hogy mindenki megint lesz vele sok-sok probléma. A Leonával egyetemben tele vannak kábítással, tele vannak olyan lehetőségek, amely mindenkiben helyzetet lehet kialakítani, kérdésre kikezdni. Láthatjuk egyébként Syndra mellé ugye érkezni Zedet is, amit, ha jól emlékszem, akkor szintén nem láthattunk még a LoL-foglalás közvetített meccsei alatt, és ugye azért lehet kifejezetten jó majd a Leona ellen Syndra lent az alsó ösvényen, hiszen amikor a fénypengével próbál menni és megindulni Leona még a hatos szint elérése előtt, akkor Tobi a jófiú egy jól időzített képességgel, ami ugye nem más, mint a gyengék szétszórása, egyszerűen el tudja lökni Leonát, és így derékba törni jóformán a Visionary-ék támadását, és érkezik pontosan emiatt, én úgy gondolom, egy V, illetve egy Irelia. Ugye V az a karakter, amivel Syndra önmagában nem fog tudni mit kezdeni. Az az ulti, ha V-től elcsattan, az akkor is célba talál, hogyha Syndra a fejére áll. Ez majdnem biztos, hogy közben Jarra van, aki fog érkezni az AlphaZor csapatához. És érdekesem szerint ugye egy ilyen felállás már körülbelül láttunk, mindesetre azt, hogy a Jarvan az elején mindenki agresszívabban tudni játszani, ezt tapasztaltuk is, és azt, hogy várj, mikor fog a talpára állni, jelen pillanat, pont ennap, hogyha jól emlékszem vissza, akkor Varázsennel játszott Life is ugye az erdőben, és Life is az aktív játéka miatt, és mindenképpen agresszív játéka miatt Varázs totálisan, és romokba döntötte az ő összes létező tervét, hogy mit akart a jungle létrehozni. És ennek köszönhetően azért reméljük, hogy nem pontosan ugyanezt fog kialakulni, mert most az Intoxicatedre mindenképpen talpra kell állni ahhoz, hogy egy harmadik meccs keretein belül dőljön el ki a jobb és ki az, aki juthat jövő hét szombaton a lófoglalás nagy döntőjére. Hát azért mindenki egymásra lesznek feszülve, és én valamennyire most kicsit szurkolok az Intoxicatednek, de mindenképp megérdemelni. Itt se nincsen Titinjónak Nidalia, hát a dárdákat azokat nem tudjuk majd semmilyen fontosan lekövetni, mert azok nem lesznek. Láthatjuk egyébként, hogy ugye Twitch és illetve Twitch érkezik még ugye Jarvan mellé a Defection multigaming felállásába, és így viszont nagyon kíváncsi leszek, hogy egyedül Syndra fog mágikus sebzést képviselni, ugye a Defection-osok felállásában, vagy esetleg láthatunk akár egy Ryze-ot
ugye majd a fenti ösvényen, akár ugyanígy szóba jöhet még az előbb látott Kennen is, de még akár Csacsi által demonstrált, ugye Poppy is tudna egy jó adag mágikus sebzést kiosztani, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak ők végül választani. A másik ember, aki még szóba jöhetne, az pontosan, amit akartam is mondani, hogy most nem lett kibanolva sem Irelia, sem pedig Jax, és érkezik is az a Jax, ami így hát át is esett a rostán, nem is tartott rá igényt, mint azt látjuk az Intoxicated Disco Warriors csapata sem. Irelia-nak egy tökéletes ellenfele lehető a fönti ösvényen, és a meccsnek a 30. perce után olyan bődületes mennyiségű mágikus sebzést tud ő is az ellenfélre zúdítani, hogy úgy gondolom Syndrával karöltve ketten már bőven eleget fognak képviselni. A Kolion pedig ugye, ahogy előző meccsen is, megint csilloghat majd a Twitch-ével. Ő neki ez már így a harmadik egymás utáni meccse, amit látunk is, és szigorúan Twitch-en játszik, mint sebzéshordozó, mint lövész, és mondhatni azt, hogy ez egy óriási... Én azt hiszem, hogy neki... Tehát én merem állítani, hogy egy kellemes dolog az, amikor egy olyan meccsen, ahol tényleg meg kell mutatni, hogy mit tud az ember, és kiválaszthatom a kedvenc karakterem egyikét, amivel tényleg erősre tartom magamat, az egy óriási morális és jó boostos dolog, és tényleg mindenképpen kellemes, és ugye ez, hogy Twitch most jelen pillanatban megint Kolion kezébe lehet, én azt hiszem, hogy ezzel mindenképpen boldogan is ki is fogja ezt használni, és ugye ahogy láttad annap is ezt a iszonyatosan szép fordítós meccset, amit igazából ők produkáltak, ott nagyon sokat számított az, hogy Kolion hogy tropára lőtte őket Twitch-el, tehát nagyon-nagyon sokat fog számítani, és megint nála van. Láthatjuk egyébként, hogy Zigzel és Lucian-nel egészül még ki majd ugye az Intoxicated Disco Warriors csapata, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hiszen a lövészek szempontjából ugyanaz most megint a felállás, és a leginkább fontos pillanata az alsó ösvény szempontjából a meccsnek már rögtön a legelején az volt, amikor ugye Lucian Twitch-ék egyből visszakergették a kezdőre, hiszen hatalmas lemaradásból kellett Lucian-nek megpróbálnia talpra állnia egy amúgy is igen-igen erős korai karakterrel szemben, ugye? És kíváncsi leszek nagyon. Egyrészt biztonságosabban fognak játszani Lucianék, ebben 100%-ig biztos vagyok. Másrészt az lesz a nagy kérdés, hogyha Leona egyszer talál a képességével, akkor Tobi mennyire fog tudni megfelelően időzíteni, hiszen egy Leona kombó alatt azért az a Twitch, főleg Lucian által nyugodt lélekkel megölhető, és hogyha Tobi nem tud időben fárasztani, vagy időben ellökni, akkor ott lehetnek komolyabb bajok is. Viszont ugye Jarvan-tól érkező genkek, vagy emberelőny kialakítások, azok sokkal-sokkal nagyobb veszélyt rejtenek a hatos szint előtt magukban, mint ami érkezhet majd Gnénrótól. És hát megint mind a két felső ösvényes játékos ugye teleporttal rendelkezik. Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, amit tegnap láthattunk, ugye demonstrálni, Jarvan kerül megint csak előtérbe. Ő az, aki sokkal stabilabb bénítással rendelkezik, és többet hozzá tud tenni csapattársának, ugye Zor-Zornak a munkásságához, hogyha megpróbálnák megölni Irelia-t. Ami viszont kifejezetten érdekes lesz, az ugye a középső ösvény. Hiszen láthatunk majd egy Zigzet, ami úgy gondolom, hogy tökéletes választás lehet Zed ellen, hiszen Zednek, amikor érkezik a nagy mennyiségű sebzése, akkor abból Titinyú egy megfelelő C4-essel egyrészt el is tud tőle távolodni, másrészt a sebzésnek a nagy részét le is tudja védeni. Ami viszont pont emiatt meglepő lehet, az az, hogy Titinyúnál égetés van. Pedig ilyenkor az Zed ellen ugye szintén fárasztást szoktak hozni. Vagy esetleg ugye a barrier gyújtás mindenképp ott lehet, de pont erre akartam rátérni, még mielőtt elemkezdted kifejteni, ugye tennap ugye Yasuo elleni választási, mint Ziggs, ugye azt mondtuk is, hogy hát ez elég merész, de hogy Zed ellen viszont ez tökéletesen jól tud működni, hogy emelted is ki, és mindenképp kíváncsi lettem volna arra, hogy szerinted mi lesz ott pontosan, de mi lesz, ki akartam mondani, mert teljes vagy, mert el is mondtad, tehát így bum. Ha Titinyú ezt a párosítást jól játsza meg, akkor nála lesz egyértelműen az előny. Én úgy gondolom, hogy ehhez kétség sem férhet. Akkor viszont, hogyha a két felsősvényes játékos ugye a teleportot kihasználva megpróbál majd emberelőnyhöz jutni, akár középen, akár alul, vagy esetlegesen egy sárkánynál, akkor hogyha Zednek van lehetősége nem Ziggsre zúdítani mindent, ami a rendelkezésére áll, akkor viszont azt nem tudom, hogy hogyan fogja túlélni az az adott célpont. Hiszen ha Lucianre, de úgy gondolom, hogy még a meccs elején akár víre is, hogyha sikerül Amosnak elzúdítani az ultián kívül is mindent,
akkor nem lesz az a Leona fárasztás elég. Twitch be fogja tudni fejezni a célpontját, vagy ha más nem, ott van Jax. Na igen. Hát nem tudom. De az, hogy fütyülőfalvi Twitchünk van, megint az biztos. És hogy megint Colonel van, az is biztos. Kifejezetten örülök neki, hogy megint ezzel a hőskinézettel láthatjuk a mi kis patkányunkat. Hihetetlen, ahogy kinéz. Hát ez sem egy mai darab, de annyira hihetetlen. De tudod, milyen jó, hogy olyan aranyosan tűni, olyan aranyos nevel, olyan aranyos karakternek tűnik, hogy fütyülőfalvi Twitch, de olyan patkány módon játszik néha, hogy azért... Egy kis mindenképpen egy félreértés lehet, és el lehet magunkat bízni, hogyha naívan állunk hozzá, hogy na, de cuki, nem. Nem olyan láthattuk cuki. Láthattuk egyébként az előbb azt is, hogy amikor ugye Twitch láthatatlanná vált, attól függetlenül ugyanúgy ott volt Oriannának a labdája a fején, és azt hiszem pont a felső oldali jungle-ben volt egy olyan helyzet kialakítva, amikor Twitch láthatatlan formában ugye közvetlenül Irelia mellé sétált, majd ott hagyta Oriannának, hogy először ő lelassítsa a labdájával Irelia-t, utána pedig Twitch agyonlőtte két pillanat alatt. Tényleg én úgy gondolom, hogy ez az a patkány módon való játék, amit te is kiemeltél. Közben a karaktereket már beszórtam a helyükre, és megint azt látjuk, hogy Visionary Infi, ugye aki az előbb freshezett, megint csak Rubin kristállyal kezd, hiszen ugyanúgy, ahogy az előbb, az ellenfele most nem egy Zyra, hanem egy Syndra, de megint igaz, hogy sokkal távolabbról tudja ő az alaptámadásaival is sebezni majd ugye Leonát, és ennek köszönhetően Leona megint csak nem a supportoknak, illetve a támogató játékosoknak kialakított három tárgy közül vásárol be, hanem egy jó adag bónusz életre tesz szert. Ami pedig számomra még kifejezetten érdekes az az, hogy ugye az egyéb mesterségek fájáról nem hozza el a sütit Tobi a jó fiú, tehát ő is életerőitalokkal rendelkezik, nem megfiatalítás sütijeivel. Ettől függetlenül látjuk szépen, hogy ugyanúgy, ahogy az előző meccsen sem, az még mindig egy tabu az ellenfél junglere, az ellenfél jungle-je, abszolút, bocsánat, teljes mértékben tényleg tabuként hagyják, és nem is nem akarnak át mászkálni, csak majd később, ugye Bredem, aki az előző meccsen mert vállalni és mentelt majd a piros csapat erdélybe, akkor Intoxicated erdélyt támadta be. És most jelen pillanatban, hogy megint csak az elején nem annyira mernek lépni, és valahol ilyen szinten meg is értem, és ugye az a bizonyos barom, ami 24 percnél le volt szedve az előző meccsen, az is ugyanazt sugallja, hogy nagyon megfontoltan, nagyon óvatosan, szépen közben fütyüdő, falvét így csezjön. Közben én azt nézem egyébként, hogy nem, egyáltalán nem fél az a Syndra attól, hogy ő sebzést esetleg elszenvedhet. 37 varázserővel rendelkezik már egyes szinten. Tehát ő egyértelműen arra van megint kiélezve, hogy akár itt egyes szinten vissza kényszerítsék ugye az ellenfél játékosait a kezdőre. Hát olyan bődületes mennyiségű sebzést ki tud osztani a sötét gömbjeivel, akár hogyha 2-3 talál, arra már az életerőitalát is el kellhet használni a Hegadic Millusion-jének. És a másik, ami érdekes, az az, hogy az ő rúnái között is van kritikus esély. Tehát 1% krit eséllyel rendelkezik Syndra is. Hihetetlen, ezt az előbb meg se néztem. Twitch az, aki nem rendelkezik ilyen rúnákkal, ott van viszont Syndra, akinek az alaptámadásai így még kritelhetnek is. Hihetetlen, milyen támogató játékos felállás ez, és láthatjuk is, hogy már azonnal megy agresszívan Lucian felé. Na jó, cserélj közben fönn toppon. A level 2-t kihasználja Zordor, Sweetup DL szemben. Kicsit agresszív játék, hogy ez a harmadik percben érkeztem majd esetleg a genkekben, esetleg föl topra is. Ez mindenképpen Visionary-t kicsikét megpiszkálják, ugye a level 2-nek köszönhetően, és mi csak most lettem meg level 2-esek. Azt hiszem, hogy már a Vine-nak az első útirány aztán meg is lehet, és óriási cserék vannak. Nagyon agresszív játékot képvisel Tóbi. Ennek köszönhetően nagyon szépen lehet meg fordul, és egy jó 3v2 keretein belül. Nem túl kellemes. Tobi egyébként érzésem szerint azért az ilyen cseréktől egy kicsit visszakozni kellene, ugye láthatjuk közben, hogy Jax nagyon szépen pörgeti az ellentámadását, de egy kicsit elkésett vele, és így jóval több sebzést be tudott vinni Irelia, de megint
megint csak azt láthatjuk, hogy ugye ugyanúgy, ahogy Jarikkal az előbb Zorzor, Doran Pengéjével és egy életerő itallal van, Irelia-nál megint a kristályflaska található meg. Tehát hosszú távon ő, főleg a hiten stílus segítsége miatt mindenki is sokkal jobban jelen például Midre, Titinyú lehet így bajom, a Titinyúk az mindenki villanása is van, Topman is van a csere, Titinyú szépen sétál, kis a cín, így ugrik ki, hogy sweet up day, majdnem, hogy bele is tekszik ebbe a fűbe itt igazából a top ösvény körül. Hát, Zorzó jelen pillanat büntet. Az előző meccs keretén belül is Jorikkal ugyanilyen szinten büntette ugyanúgy Irelia-t, és megint is túl kellemes dolga szólítábrének fent toppon. Hát. Sefe pedig volt kettő. Na, akkor Zedon most ugrik rá, megint egy sima CN, és Sefe még egy torony sebzés is megesz ennek fejében. Igazi baby tényleg ez az, amit mondtunk ugye az elején, hogyha Titinyó jól játsza meg ezt a karaktert, akkor egyértelműen nála lesz az előnyzet, nem igazán fog tudni piszkálódni vele, hiába fogy nagyon-nagyon sok manája Titinyónak azért cserébe, hogy ugyanúgy tartsa középen a sávot, mint amennyire effektíven ugye tudja Zed ezt előrefele tolni. Előbb-utóbb Titinyónak majd vissza kell mennie a kezdőre, de hogyha készen lesz rajta ugye az első mana regenerálós tárgy, és még a kék buffot is megkapja esetleg, akkor ilyen problémái már nem nagyon lesznek. Ugye, ahogy így körülbelül megsatszolhattuk, az első próbálkozás Vájtól botnére érkezett, és igazából az a bizonyos engage, amit Leona próbált produkálni nagyon rossz, hogy az ebetje sem talált be, ennek köszönhetően az elég csúnyán, úgymond el kellett felejteni azt a lehetőség, hogy az óriási trade Lucian-nel szemben, Corian Premi mindig lő, mindig pofátlankodik, hát egy harmad, egy negyed HP-kon életerőkön közel Lucian is, Leona, nem lép most a helyükben. Így és tényleg az abszolút szemre, vagy elsőre szembetűnő, hogy ezért cserébe Tobinak csak a manája hiányzik. Tehát annyira nem tudnak visszatámadni egyenlőre még Leonáék, és ezért úgy gondolom, hogy a hatos szint megszerzéséig egészen így is fog maradni, hogy Twitch azt csinál, amit akar. És megint láthatjuk, hogy ugyan most jobban tartja magát ugye Lucian Twitch-el szemben, hiszen nem kellett az elején már rögtön hazamennie, de megint le van maradva egy tízessel. Itt van megint mindenképpen Vi, a környéken Colin, aki szambázik be. Szia! Ettől függetlenül Vi megint csak nem tud bejönni, és igazából ahogy az előző meccs keretén belül ugyanúgy megint Lucian teljesen büntetve van, Topman Suitabrinek van a nehezebb pillanata, és megint igazából még Vi nem tudott úgy érkezni, hogy megfelelően lehessen ebből építésben, egy totális, teljesen meg van tolva mind az alsó ösvény, mind a felső ösvény, és még nem érkezett a megfelelő, jó itemű, a Vi ulti, pedig mindenképpen abszolút welcome-e szerintem most. Az előző meccsen is láthattuk egyébként, hogy Lucian ugye vett mana italt is az életerő ital mellett, hiszen láthatjuk, hogy nem tud oda menni mindig alaptámadással befejezni egy-egy miniont, hanem nagyon sokszor arra van kényszerítve, hogy manát is használjon egy-egy aranymennyiség beújításához, és még mindig kevés az alapsebzése ahhoz, ugye nem ment még vissza a kezdőre, hogy a torony alatt tudjon megfelelően lastitelgetni, és látjuk, hogy emiatt mana hiányában is megint ő lesz az, aki a két lövész közül először visszamegy a kezdőre, Twitch játszik könnyedséggel, pedig feltolja az összes minion torony alá, és így bizony már nem tízes különbségről, hanem 20-asról beszélhetünk majd a két lövész között. Hoppá, közben Sheffel találkozik mindenki Vi-jal bent az erdőben, érkezik rá az X, hiszen nincsen abszolút manája, egy kúra volt elég mana, aztán ennyi, ahhoz, aki ment volna haza, mindenképp Jarvan elkapásán reagált volna, a harmadik gank, ami érkezett közben amúgy midlinre, Zed és Jarvan szeméből, abszolút az X és Titinyó eddig villanás nélkül tudta meg tartani, nagyon jó Zed ulti, jöhet maximális a sebzést, nagyon szép volt a játék X-től, és majdnem, hogy meg is lepte Amoszt. Igen, ugye ezért cserébe neki a villanását ugyan el kellett használnia. Manával már nem rendelkezik, tehát az biztos, hogy Ziggs nem fog kint maradni az ösvényen, én szerintem semmiképpen nem hagyhatja meg ő ugye a lehetőséget Zednek, hogy egy óvatlan pillanatban befejezze őt. Viszont van elég aranya ahhoz, hogy akár már ugye meglegyen azt hiszem a rontás kódex is Athéné Grájához, amikor ő visszajön az ösvényre. Majd igen, bőven van elég arany nála, közben Zed pedig megkapja azt a kék buffot, ami a túloldalról majd ugye egy őrszemmel el van látva, tehát kifejezetten kíváncsi vagyok rá, hogy Jarvanék megpróbálják ellopni ezt, amikor Vi oda megy. Hát igazából ugye Sheffield most fog majd hazamenni, tehát időben így, hogy Vi is most megy haza, elvileg lesz,
és ez elég csúnya meglepetés, sőt, akár első gyilkosság is lehet belőle. Ezen Jax folyamatosan óriásikat trédel Irelia-val szemben. Ott is van egy 12 milliós előny, ami valamennyire nagynak mondható, de nem soknak. Végig hát megeszi a egy gyomlálást, nagyon szép viszont. volt Lucian-től. Gyönyörűen ismerte föl Lucian a helyzetet, hogy itt Twitch most nem tud fedezékbe bújni. A kérdés az, hogy ez megint mire lesz elég. Lucian-ön már pörög az a mana ital, amit az előző meccsen is láthattunk, hogy vett, így manája lesz elég. Kolionnak figyelnie kell, hiszen fél életerőn van, és lassan meg lesz ugye 6-os szintű Leona is, ha jól sejtem, még ebből az adag miniomból meg is lesz ez neki. Azt mondja, mindenképpen kellemetlen lehet, hogy minden Twitch-en csattan, és ahogy igazából meggyújt, hogy jönnek is már abszolút, de a kék buffra, Amos is, és Sefer is. Ötványnak ezt messzire végig kell nézni, lehet, hogy nem semmi köze, botni is alakult neki valami. Jelen pillanat ott mennek ki az ultik, pörönnek, Heger is mi rajta közben, abszolút a fókusz, a fölzak közben, Kolionon megint. Hát Leonát megölni nem fogják, viszont kék buffot is el fogják hozni, elég valószínűleg érkezik, hogy Titinho, érkezik, hogy mindenkiben vá is. Sefer, akinek el kéne smite, enni smite, érkezik föntre, még Suit Up D, megjött Amos is, jó a burst, Etefint Amos lehet bajban, be is fejezik, az éget is viszi majd el, Zolzol, aki már 1v2-ben még talán lehet rá fordulni, ismerik fel jól a helyzet, és aztán fordulnak is rá, Zorzolnak így még lehetnek gondja, viszont jelen pillanatban neki még azért villanása is volt, ha nagyon lett volna szükség rá, 2-2. 2-2-re módosul az állás, viszont az első gyilkosságnak és a toronydöntésnek köszönhetően az arany előny már egyértelműen a Death Faction csapatánál van. Megint egyébként nem az égetés fejezte bezedet, az volt a kifejezetten vicces, hanem az hoppá-hoppá, közben Zorzor túlvállalja magát, még jó, hogy nem volt Irelia-nak elérhető az acélugrás, különben meg is halt volna. Szóval amit mondani akartam, az itt a dzsungelben ugye egy Ziggs bomba, az bizony a nagy lidércet behúzta. És nem az égetés fejezte bezedet, hanem Zed volt az, akire először ráütött egy olyan 70-80-at. Az a nagy lidérc, és az vitte őt el, így ugye a gyilkosság, az pedig Ziggsnek a markát ütötte, ezért került rá ugye a dupla buff, és az, ez volt az, ami egyébként kifejezetten nagy fenyegetésnek tette ki ugye Jaxet, hiszen Ziggsnek az alaptámadásai őt folyamatosan lassították, még jó, hogy volt nála Ward, amire tudott ugrani. Közben Kolion sunyul már megint, nem tart még elég ideig a láthatatlanság ahhoz, hogy megfelelő pozícióba kerüljön, viszont... Ez a Mindenti problémám neki jelen pillanatban, hogy villanása azért van. Instant fél HP-n van, Titinho, aki próbál neki besegíteni. Így viszont egy jó sárkány Kol tökéletesen jöhet, édesem szerint, és az a bizonyos lesújtás Lánytól nem fog érkezni. A közelébe se tud férkőzni ennek a bizonyos sárkának. Lucian, Leona, Titinho, aki hamarabb ide érkezik. Hát jön még azért a Vi, fél HP-n még nincs a sárkány. Irelia is teleportálhat, Jax viszont nem tud. Van a gyomlás, az jó közben, a sárkány, még valamennyi HP van, Sheffer, aki el akar mindenképpen hozni, ott kell majd hagyni, most megy, de viszont így, abszolút, jön a teleport is, plusz még a Leona ulti szép, Sheffer talán meg fog halni, szépen csúszik ki, nincs meg, Amos, aki befejt Titinho-t, Amos lehet még így bajban, Amosnak meg kéne halnia, ha nem fog meghalni, az nagyon csúnya lesz így, ettől függetlenül válja ki lép vissza, és így igazából a sárkányra a lehetőséget kihasználták. Én azt hiszem, a sárkányt el is hoztam, mert nem vagyok benne biztos. Kolion, aki közben még ennyi HP, ajjajjajjajjajj, de csúnya ez a villanás, és majd az a abszolút miss shot. Hát Leona próbálkozott. Vetünk egy pillantást egyébként a Death Faction csapat tárgyaira. Olyan mennyiségű hosszú kard van náluk, hogy ez az hihetetlen. Jaxnél is van 3, Jarvannál is ugye 2, illetve Zednél is 2, majd 2 brutális fog érkezni ennek fényében ugye Jarvanon, illetve Zeden, a 3 darab hosszú kard pedig Jax. Tárgyai között én úgy gondolom, hogy egyértelműen a letaszított király kardjának az alapköveit jelenti. És ha jól sejtem, igen, ha jól sejtem, akkor ugye, hoppá, közben. Heger is még rajta, abszolút a fókusz, Kolionnak menne, az ulti az pörög, Leona közben próbál mellette valami táncikálni, Lucian most akar így visszajött, mindenképpen jó, míg erre talán lehet érkezni, Kolionnak ugye gyógyítása sincsen, villanása sincsen, Heger is még túlságosan messze menekült el, és túlságosan megijedt az érkező Tobitól és Koliontól, egy-két, talán egy, egyetlen egy szimpla ütés elég lett volna ahhoz, hogy a Leonával egyetemben elvigyék Koliont.
Érzésem szerint azt hitte Lucian, hogy Twitch már a kezdőről visszaérkezve jött ugye teljes életerővel, és most bajban lehet Suitab. Hú, mi sör a sebzés! Suitab lesz így bajban, még egy ugrás is meg lesz, így van! Nagyon szép játék Zorzortól, már írt neki igazából ez a fajta ölestől zavarodtam el, bocsánat. És nem sokon múlott az, hogy még éppességet talán a Stan kiesen, a Kávide Siréliát, ő viszont nincs meg, a Blade of the Runic, még lesz a kérek, hogy kijön, az X ulti az még jó, az X meg fog halni, Zeret viszi még el így, váj, egy-egyes csere, és nem Titinyóhoz megy a kill. Gyönyörűen játszotta meg ezt egyébként Zed, abban a pillanatban, hogy a hoppá, közben megint lehet, hogy bajban lesz Heigad. Hát igazából Kolyanra azért, míg így 1v2-ben talán lehet-e fordni, bár ennyi toronysebzés után már így biztos, hogy nem. Azért Kolyan, tényleg pofátlan már, nem azért. Most itt kettőnk között, tehát itt bemegy két ember közé, és totálisan elszórakozik. Ugye visszatérve, annak ellenére, hogy Ziggs egy tökéletes megoldás lehet a Zedre, ugye nagyon-nagyon szépen használta ki minden képességét Zed. Egyrészt belassította Ziggs-et a letaszított király kardjával, nem az ultival nyitott kapásból, és így még ugye a C4-esnek köszönhetően is le tudta őt követni, ráadásul abban a pillanatban használta el Zed ugye az ultiját, amikor sebzett volna a Mega Inferno bomba, és így még azt is el tudta kerülni, ha nem érkezett volna Vi segíteni, akkor bizony befejezte volna az Ziggs-et anélkül, hogy meghalt volna. Elkészült eközben a brutális, ha jól látom, a Korzeden. Hát igazából annyi hosszú karból kihittem, hogy valamikor lesz egy brutkó is, tehát azért, ahogy mondta, és konkrétan tényleg egy egész Excalibur kihittem volna építeni, hogy összeragazhatjuk őket, mert volt legalább 8 darab. Na jó, nem, de 5 biztos. Ugye láthatjuk, hogy Jarvannak ezekből a hosszú kardokból már megvan a gyíkmester lelke, illetve ott van a letaszított király alapköve, a Bilgewater-i tengerész kard, már Jackson és emellett még a kalapácsot is megvette, tehát őt, ha minden igaz, akkor kevesebb, mint 1200 arany választja el most már a hármasság hatalmától, utána pedig egy újabb 1800-as kell neki, hogy még a letaszított király kard is meglegyen. Jó, közben Vine lesz bajban, érkezik a HMS Zorzó, és még mindenkivel a kábítással. Teljesen radírozzák rá a pályáról, mi Titinyo megint mana nélkül, túl sokat segíteni nem tud. Hajj, meg karakáltás Tóbitól, érkezés azon nincsen rá, Titinyo most jönnek be Sepferék, hajj, tevetik el. Jön még be mindenképpen Amos is, hát a Kolyon lehet bajban, Leona és majd Irelia-val együtt radírozzák le, Tóbit is mehetünk így fejezni, így viszonylag valamennyire visszapofozták ezt a 2-0-ás gyors cserét egy 3-2-re. Ettől függetlenül azért még mindenki meglepetésszerű volt az érkezés, és aztán a Vá is letörölte magát, abszolút a játékból. Azért az már, az igazából egy sima Jarvan feldobás alatt, amit ott igazából kijön ebből a három játékosból, hát nem tudom, hogy mennyire kéne Tormilt pakolni, vagy 10-et biztos rakni, persze nem, de azért van jelen pillanatban, hát AD damage az van. Ennél biztos, hogy jóval több páncélzat kell, és ugye az a probléma, hogy önmagában még a páncélzat sem lesz elég Jax ellen, nagyon nagy mennyiségű mágikus sebzést képviselő, és Suitab én úgy gondolom, hogy 1v1-ben megint alul fog maradni. Igazából neki van egy jó pirossal, viszont ott jön mindenkiben, váj, így viszont bele lehet fejezni, jajjajjaj, nem egy jó villanás, a vardugás az szép, na még az itt hülyén lehet neked venni, jön szemből Titinyú, Zorzori meg fog halni, a lehetőségét kihasználva, azért mindenki megpróbálta, szép volt a gondolat, de Titinyúra senkire nem számított. Ezért, vagy ennek kapcsán így ezért módosul egy kicsit az állás, de még így is ugye 9-6-ra vezet a Death Faction Multigaming csapata, és az előző harcnak köszönhetően 2 tornyot be tudtak dönteni, amire pedig iszonyatosan figyelni kell majd most az Intoxicated-eseknek az, hogy Jax és Jarvan kombója... Kolyan megint csak jön, megint egy gusztustalan módon besétál a játékos mögé, mellé, ezzel mindenki fókuszos kihajszol magára, és ugye még az érkező játékosok is így Amos, 2-ös gyilkossággal jön el, 11-6, azért az a 6-2-0 az már fog fájni. Ez egy nagyon-nagyon szép játék, megint a Death Faction csapatától abszolút megkapják azokat a játékosokat, akik ugye nem számítanak rá, hogy netán egy Twitch is megjelenhet mellettük, ezúttal Ziggs és Leona esett nekik áldozatul, és visszatérve, amit mondani akartam, az Intoxicated-eseknek most már arra is nagyon kell figyelnie, elkészült a hármasság hatalma Jackson, Jarvannal karöltve ők Nashor-bárót elviszik, mindenféle gond nélkül. Én úgy sem megállt Facebookozni közben, hogy nézem. Hirtelen azt hittem, hogy lesz egy kisebb technikai malőrünk, viszont nem. Egyedül úgy sem, aki visszajött a barátnőjének valószínűleg, de itt van, nem tűnt el. Hát igazából az előző meccsen, hogy 24 perc körül volt egy Baron Nashor.
akár most is szimplán játszhat abszolút, közben Schäfer és Kolion kézen fogva hozzák el a sárkány, miközben még így zert próbál bulizni Vájjal szemben, nekiben az érkező Lucsennek köszönhetően, miközben Ramos visszajön, elég jó, Kolion is jön még pluszban, ez azért Ramos kicsikét, igaz, hogy az X-ulti jön, de nincs meg így hátul Zed. Hát azért... Kolion hihetetlen, hogy mindig ott van, ahol kell neki, hiába nincsen manája, hiába van ugye egy jó adag arany megint az ő tarsajában, amit de agresszív volt a Schäfer, ez a mozdulat. Most nagyon szépen menekül. Nagyon agresszív volt Schäfer, villanás és majd csúszás ulti. Láthatjuk, hogy eközben ugye Syndra és Jax kombinációja megdönti az első inhibitor tornyot is. Ah, viszont az jó, érkezik rá, négy ember, Zorzor meg fog halni. Kérdés, hogy Tobi el tud-e majd menni? Ő valószínűleg igen. Miközben botlénen szintén dőlnek a tornyok, 7-1 toronyarány. Nem tud igazából mit kezdeni a Death Faction folyamatos szorongatásával az Intoxicate csapata, és hogyha Lucian bemegy, akkor megint Ujj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 
viszont Twitch édesem szerint nagyon nyugodtan be tudja fejezni. Ha más nem, akkor már az égetés Sheffer közben meghalt Titinyótól. És lehet átrobotolni Amosra is, Kolion is meg lehet, egy gyors mészállás. Ez a vágó így, ez már mindenképpen szükséges volt, de még Vá is belehal. Még így is 3-2-es csere, úgyhogy 2 és 3 torony között die voltak. Hát előnyük az van, a 7-1-es torony előny pedig olyan szintű előny, hogy konkrétan semmilyen. Tehát látjuk azt, hogy itt sárkány körül valamennyire, ahol éppen valaki egy sávon egy kifutott, lerakott szépen egy pár varra, de ezen kívül semmilyen ránátása sincsen sem Baronna sorra, sem pedig másra. Az északi jungle-ben ott jöhetnek, ahol csak akarnak. Iszonyat csak meglepetés vár még az Intoxicated-re. Ugye Jax, illetve az alsó torony döntése kapcsán Jax ugye elég aranyra tett szert ahhoz, hogy most már a letaszított király kardja is ott díszeleg a tárgyai között, így Irelia-nak egy az egyben minden esélye elszállt, hogy Jax-el szembeszálljon, és úgy gondolom, hogy ha ez Irelia-ról elmondható, akkor most már minden egyes Intoxicated játékosról is, tehát Jax-re legalább 2 embert kell majd mindig áldozni, Jarvan-nál pedig végre az átoknyelő után most már defenzív item is megtalálható. Ott van egy vadász mellény, és ott van az óriás öve. Ha eddig is tudtak volna ketten... És Kolion és Jax is megint. Megint Kolion, egyszerűen én nem is tudom, hogy mit csinál, és hogy szagolja ki ezeket, de mindig jó helyen van. Mindig jó helyen, és mindig így hirtelen jön. És Zorzol Kolion kezdi el majd ezt a Baronna sort. Érkezik Tobi, érkezik Amos, és majd Sheffer is egy jó lesújtás, ami megérkezik. Megint egy olyan Baron, de az előző meccsen lövés se nincs az Intoxicatednek, ez most történik. Lushan ráadásul ugye az alsó ösvényen tartózkodik még mindig. Láthatjuk, hogy az őrszemek ellen is tökéletes lefedettséggel rendelkezik már a Death Faction csapata, és így meg is van az a nosor, amihez hozzászagolni sem tud az ellenfél. Pedig nagyon-nagyon kéne most már egy Sejuani abba az Intoxicated csapatba, hogy ugye a Bristle kiszagolja azt a Twitch-et, mert folyamatosan gyilkosságokhoz jut. Úristen! Hát Kolion is átment itt már 6-2-be. Az előbb még Zedről is 6-2-t beszélni, mert 7-3 közben Suicide Day lehet bajban. Kolion még azért valahogy megkínálja, nagyon szépen vinna le a Leona elől. Zorzol még érkezik pluszban. Nagyon szép közben, hogy hátul még Ziggs lehet, ha így érkezik rá, Zsárban ott jön még Amos is, törlik le a pályáról. 4-0-ás csere. Hát nagy bajban van az Intoxicated, és akár a mestrek is végig, lehet, hogy megfelelő meg van pushon, most jelen például a top lane, érdekes módon érkező minimum még mindjárt. Nincsen, és leászolják közben az Intoxicated-et. Hát ezt nem tudom másra fogom, a popátlanság tetőfoka, hogy még hátul abszolút a laser bait alatt konkrétan teljesen szétszerít még a legutolsó játékosát is az Intoxicatednek, és ebből az első inhibitor Colin, után a második is meg lesz. Colin megint megint van, Vi pedig még az ultiát rálök ki, érkezi Suitab, de is megint Leonával, de külön-külön valamennyire egyesre jönnek, nincs annyira nagy follow-up, arra bizonyos érkezhető Vi ultira, közben Amoszt, akit megkínálja még Suitab Day, Leona pedig megint egy gold kaszaból, mint Toldi Miklós, hogy merre van Buda vagy Pest, két ember közé beveri igazából az evetvét, ennek köszönhet Suitab Day, megint Kolionnak köszönhetően el lesz temetve, és el van temetve, Kolion megint fordul, az ónya homokúra az kell. És nem lesz meg. Hoppá, nem! Nagyon szép! Azért ez már kiárt Kolionnak, azért így kettőnk között. És már ideje volt annak a fütyülőbe a falvi Twitchnek ugye az orrára rákoppintani, de nagyon-nagyon szeretném kiemelni egyébként Kolion reakciós játékát, hogy gyönyörűen használja a villanást most már sokadik harcban, abban a pillanatban, hogy Leonától az első fenyegetettség érkezne, mindig odébb villan és mindig tudja
tovább lőni a célpontját, és ennek rendszerint egy gyilkosság is az eredménye, de hát nem hanyagolhatjuk el a Death Faction csapat többi játékosát sem, hiszen Jax is gyönyörűen oldotta meg a felső ösvényt, és Sheffer is mindig ott volt, ahol kellett lennie. Én is észrevettem magam a harc közepet, hogy az a villanás tényleg Kolionta teljesen egyszerűen mesébe élő volt. Egy tonna, Amos pedig jön, villanás, minden, ulti, bejövök, takarítok, kimegyek, és a Leona ultival biztos, hogy megvan, még az égetés talán elvitte volna. A Titinyó szerintem abszolút ilyen közutállatnak a híve jelen pillanatban, még mindenképpen Javanotti jön, Sheffer, aki villan ki, Tobi, aki próbál segíteni hátul, Sheffer még Vi-ra szeretne szertenni, Vi villan el, nincs meg így Vi. Abszolút. Lesz mondani, hogy Irelia, mint Hagerith Smith mellett a jelen pillanatban Zorzal, aki jött volna a jobb pofak ábítással. Szóval közben fordul, ez egy jó meglátás lehet még. Az a WF az jó lesz mindenkinek, mert Szóval itt Dane-nek. Hagerith közben teljesen már hátul, Zorzor pedig kész. Hát az a sebzés. Kíváncsi leszek itt, hogy Irelia megpróbálkozik-e valamit Vi-vel karöltve, de nem hiszem, hogy ennek a Jaxnek, ugye Jézus Isten. Azt a rohadt élet, már bocsánat, Suitati, az a bizonyos damage, az a bizonyos sebzés, és totális overkill még Zorzortól. Egy letrakszod az királykardja. És nézd meg Jaxnek közben, ugye a tárgyait, ott van nála már egy feleslegesen nagy pálca és egy varázskönyv, ami arra enged következtetni, hogy azok után, hogy be fog ugrani és valakit két alaptámadásból, illetve egy túltöltésből agyon fog verni, még lesz pofája el is zanyázni. Igen, most nézem, hogy pont most készíted az ugyan homokúrája. Hát igen. Én úgy gondolom, hogy ezen a meccsen a Death Faction csapata bemutatja azt a magas iskolát, ahol, ahogy, vagy amivel így a LoL foglalásnak ugye az elődöntőjéig el tudtak menetelni. Megint az a baj, hogy Vi elkezdi, meg is próbálja alakítani a helyzetet, de annyira korán, annyira nincs rajta pontos, annyira nincs megbeszélve, szét van teljesen esve az Intoxicated játékosai, mert igazából egyetlen Vi ulti nem volt még szerintem a legelső gengeket leszámítva, amire rá lehetett volna építeni bármit is. Most ugye elmegy, eszi a toronysebzés, Amos, Titinyó próbál csinálni a playeket, és érkezik rá a totális burst. Megint törik le a pályáról, mehetne most a Suitati, bemegy, valamennyire próbál engage-elni, jön még Leona mögötte, de konkrétan megint csak ketten eltűnnek a pályáról, nagyon jók a Tobitól. Hát Tobi, igen, ez a Syndra támogató játék, és egy pillanatnyira volt ász, szóval Vi már itt van újra, csúszna is be, de igazából ennek a mesnek itt vége is lesz, csúszik be öt ember közé, és abszolút szedik darabok el, mint kisgyerek a Legót. Hát egy nagyon gyors meccs volt ez. Én azt hiszem, hogy Kolionnak a játéka, Kolion villanásai, Sweet FD, valamennyire próbálni. Ez a homokor ez. Tehát tényleg Tobi a jó fiúnak a játékát sem szabad egyébként elfelejteni, gyönyörűen támogatta meg Kolliont. A meccsnek az első percétől kezdve mindig ott volt, amikor kellett, és ezekkel az utolsó pillanatban érkező bénításokkal mindig bebiztosította, hogy Kollion túlélje az adott harcot. 12-3-9-es Twitch és 11-4-9-es Zed az, akiknek ugye a hát inkább szembe ötlő statisztikájuk van, de hát ott van megint az a 7-2-8-as Jax is, aki a végén már egy homokórával kiegészülve. Egyébként az egész farm versenyt megnyerte szorosan, ott volt mögötte ugyan Titinyó, de nem hagyta a Death Faction egyáltalán megpróbálni sem labdába rúgni az ellenfeleket. Azok a gyilkosságok, amit ugye a Disco Warriors ugye meg tudott szerezni, azoknak a nagy része is inkább Irelia-nak egy-egy ilyen gyors acélugrásos befejezései voltak. Nem tudtak egyetlen egy olyan csapatharcot sem produkálni az első sárkány után, ahol el tudtak volna egynél több embert takarítani. Azért valljuk be, hogy mindenkivel a 2-0-ás győzelemhez, amivel a DFM alfazó csapata kijutott a jövő heti szombati lolfoglalás nagy döntőjére, mert szimacsatban lesz megrendezve 11 órától, ahhoz mindenképpen kellett az is, hogy Titinyónak ne adják oda a Liét. Azért ezt valljuk be. Ez tény és való. Ez tény és való. Az őstiltások nagyon-nagyon orientáltak, illetve emberorientáltak voltak már a meccsnek a legelején. És annak ellenére, hogy Yoriktól is megváltak, úgy fest, hogy láthattuk, hogy ezért cserébe bizony Jaxet nem sikerült ugye kitiltani, és hát annak ellenére, hogy nem Yorikkozott most ugye Zomzom, annak ellenére egy Jaxel is demonstrálta ugyanazt az ütőerőt, amit ő képvisel a felső ösvényen. És akkor, ha minden igaz, most egy relatíve hosszabb szünetre megyünk el, hiszen 6 órakor fog folytatódni a következő elődöntő. Igen, minden esetre mindenki próbálkozunk a csapatokat hamarabb összeszedni, a hivatalos kezdés az 6 óra,
Valószínűleg 6-kor fogunk kezdeni, de bármi nemű dolog van, bármi változás van, ezt mindenképpen a megfelelő oldalakon keresztül tudjátok, mert ismét ki fogjuk írni. De jelen pillanatban egy kisebb szünetre mindenképpen elmegyünk, szedünk infót, addig is jó pihenés, és legkésőbb 6-kor kezdünk, de lehet, hogy bármikor, addig pedig, ahogy nézem, Szeki már büntet kint a cseten, és érkezik a skinosztás, skinosztogatás, mindenképpen hajrá, és sok sikert, mi pedig egy kis szünetre elmegyünk most. Sziasztok! Sziasztok!